Optimistán és nagy lelkesedéssel vágnak bele a Gyirmót FC labdarúgója az MB2 tavaszi szezonjába. A téli pihenőt 6 pont előnnyel az első helyen töltő együttes elsődleges célja, hogy megismételje az őszi szezonban mutatott játékot, és bajnokként feljusson az MB1-be. Ebben a csapat segítségére lehet, hogy a tavaszi 15 mérkőzésükből 10-et hazai pályájukon fognak játszani. Azonban így sem lesz egyszerű megtartani a tabella első helyét. Tulajdonos, szurkoló, klubigazgató NB1-be gondolkodik. Egy edző, és én nagyon bízom a játékosaimban is, hogy ők egyelőre a jelenben gondolkodnak, és én visszautasítanék mindenkit, aki azt gondolja, hogy már NB1-es ez a csapat, tehát nagyon-nagyon nehéz fél év előtt állunk, és nagyon optimista vagyok, mert nagyon jó a játékosok hozzáállása, és jól sikerültek eddig a dolgaink, de nagyon-nagyon nehéz 15 mérkőzés előtt állunk. Volt már példa a Gyirmót FC történelmében, hogy az NB1 küszöbén álltak, de valami mindig közbe szólt. Idén azonban mindenki szeretné, hogy a nagy álom végre beteljesüljön. Van szíhés nyomás, de főleg azokon a szurkolókon, akik ezt már átértél többször, hogy az utolsó pillanatban mégsem sikerült a feljutás, illetve azokon a vezetőkön, akik itt voltak. Azért a csapatnak a nagy része ezt nem ért át, hiszen több új játékos is érkezett nyáron is és most is. Én remélem, hogy nem egy átokról beszélhetünk, vagy ha az volt, akkor az most lekerül a csapatról, és sikerül a nagy célt teljesíteni. A nagy cél felé vezető út első lépésére vasárnap délután 3 órakor kerül sor Gyirmóton. A vendég a Szegedi Grosics Akadémia csapata lesz.